Június 19-én jelentette be Horváth Roland vezetőedző távozását az Albafehérvár KC, amiből már lehetett következtetni, hogy további kisebb-nagyobb változásra számíthatunk a csapat házatáján. Majd egy hónappal később szerdán nagy rutinnal rendelkező játékosok érkezésével együtt mutatták be az új vezetőedzőt, a 32 éves montenegrói Szuzanna Lazovicsot, akinek neve talán több kézilabda fanatikusnak ismerősen csenket, ugyanis a frissen kinevezett vezetőedző Európa-bajnoki arannyal, VB-bronzéremmel, 2 bajnokok ligája győzelemmel és olimpiai ezüstéremmel is büszkélkedhet. Lazovicsnak hazánk sem idegen, ugyanis Kína U19-es válogatottja a 2022-23-as szezonban a magyar versenyrendszerben szerepelt a montenegrói szakember dirigálása alatt. Az első feladat az lesz, hogy az én elképzeléseimet, filozófiámat át tudjam adni, meg tudjam tanítani a játékosoknak, és utána pedig a bajnoki rajton egy olyan kohézió alakuljon ki a csapaton belül, ami megfelelő motivációval párosul és jó eredményeket szül. A tájékoztatón az utánpótlás nevelés kiemelt szerepét hangsúlyozta Balási Imre, az Albafehérvár KC elnöke és Mészáros Attila alpolgármester is. Ugyanakkor elhangzott, továbbra is a saját nevelésű játékosokra alapozva szeretnének részt venni a magyar bajnokságban. Hallja mindenki a híreket, gyakorlatilag a magyar női bajnokság szerintem tovább erősödik, olyan értelemben, hogy minden csapat próbálja a pozícióját stabilizálni, így vagyunk mi is. Ebben az évtől kezdődően. Ugye arról a koncepcióról, amit korábban már elhatároztunk, hogy a saját nevelési játékosunkra támaszkodva próbálunk a magyar mai bajnokságban részt venni, azon nem szerettünk volna változtatni. Az új igazolások közül Madia Ayar-Rotajcse 17-szeres spanyol válogatott érkezett kapusposztra. A lengyel Malgorzata Travzinska balkezes átlövő a Dunaújváros csapatától igazolt át, és szintén a DKK-ban szerepelt tavaly a portugál jobbkezes átlövő Débora Sohange Moreno da Costa is, a strandkézilabdában ifjúsági világ és Európa bajnoki címet nyerő hadfigréta kapus pedig Mosón Nagyaróváról érkezik Fehérvárra. 2 régi új albás is csatlakozott a kerethez, Szabó Májer Krisztina Budaörsről, Balási Lili pedig a Metz Akadémiáról tért haza Fehérvárra. 2 játékos pedig az utánpótlásból csatlakozik a felnőtt edzésekhez, ők Flacsker Fanni és Cenki Petra. A cél az, hogy megvessék a lábukat a felnőtt csapatban.